Sziasztok! Az egykori közkedvelt televíziós műsorokat bemutató sorozatunk immár a 95. részéhez ért. Ismét egy különlegességet hoztam el nektek az ezredforduló előtti évtizedekből. Sorozatunk ezen epizódjában Leopoldra emlékezünk vissza. Gyáva macska, gyere ki! Gyáva macska, gyere ki! Gyáva macska, gyere ki! A Leopold egy néhány epizódból álló szovjet rajzfilm sorozat volt, amelyet sokan szerettünk. A mesét 1975 és 1987 között készítették, és sajnos csupán 11 részt élt meg. Ennek ellenére Oroszországban, de még Magyarországon is hatalmas népszerűségnek örvendett. A mese alakjai rengeteg terméken feltűntek. Órákon, ruhanemükön, matricákon, játékokon és még számos más helyen mosolygott ránk vissza Leopold a macska és a mese két másik főszereplője, a pajkos kis egérkék. A mese végén Leopold mindig a következőt mondta. Gyerekek, legyünk jó barátok! Leopold egy kedves, jó természetű macska volt, akivel a két kisegér mindig megpróbált kibabrálni. A macskára jellemző volt, hogy mindig egy csokornyakkendőt hordott. A mese annak idején megjelent magyar nyelvű videókazettán is. A Leopoldot a magyar televízió a 80-as években adta le, s a műsort többször is megismételték. Az első epizódnak érthetetlen módon egészen más a grafikája, mint a többi résznek. Az epizódokban kevés a szöveg. Aki otthonosan mozog a rajzfilmek világában, de még nem látta ezt a mesét, az könnyen ráismerhet a szovjet stílusra. A figurák finom mozgása s az egész mese stílusa nagyban hasonlít a Nomegájcsak című mesére, amely szintén szovjet rajzfilm. A Leopold egy rövid, kedves mese, amely sok szép alkotás mellett megszépítette a gyermekkorunkat. Jaj, itt vagyok, segítség! Jaj, jaj, itt vagyok, segítség, itt vagyok! Ez a két kis egér gyakran piszkál engem, azt hiszik, ettől majd elromlik a kedvem.